Sziasztok! Üdv 2022 legeslegutolsó videójában, ahol is ezt a PN929-es akármilyen kis egyszerű fényképezőgépet fogom nektek nagyon nagy vonalakban és nagyon gyorsan bemutatni. A fényképezőgép gyakorlatilag ilyen pár száz forintos tételként érhető el online piactereken. Én ezt a példányt 0 forintért, azaz 0 forintért hoztam el a Wateráról. Kettő darab van belőle, a másikat pedig valami 500 forint környékén vettem. Érdekességeit mondom, ahhoz képest micsoda egyszerű kis kínai gagyi, lencsevédő van rajta, aminek a kinyitásáig nem is fogsz tudni exponálni, tehát ha a zsebedben van, fel van húzva, véletlenül sem fogsz tudni vele exponálni. Aztán a másik érdekessége, hogy a 929 a nevében ugyan ki tudja mit jelent, a PN az pedig azt jelenti, hogy panoráma és normál mód. Egy ilyen egyszerű kis analóg fényképezőgépnél. Mutatom már is, hogy ez mit akar jelenteni. Ez azt jelenti, hogy itt ezt a kis kamrácskát, ahol bejön a fény, ezt egy gomb segítségével áttállítod. Így gyakorlatilag egy 16-9 környéki képarányú képet fogsz kapni, a kép többi része pedig fehér marad. De ezt még nem próbáltam ki. Viszont az első tekercs, amit előttem vele, az egy 24 kockás, Kodak Ultramax 400-as film volt, méghozzá fordítva, fűzve, redscale-ként elfotózva. Igen, érdekes módon a laborból úgy jött vissza a film, hogy mintha egy alapmintázata lenne az egész képnek, és arra jönne rá a kép. Nagyon érdekes, és meglepően jó képeket csinált. A folytatásban majd egy sima 36 kockás 400-as fekete-fehér filmet fogok használni. Hát erről a gépről ennyit. És most jöjjenek a képek, és ezzel kívánok nektek nagyon boldog új esztendőt, jó fényeket az új évben. Sziasztok!